Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 18-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. A rockzene volt a középpontban a Matthias Corvinus Kollégium Győri Képzési Központjának legutóbbi eseményén. Dr. Dézsi Csaba András Nagy Feróval, a Beatrice frontemberével beszélgetett. Május 21-e és 27-e között negyedik alkalommal rendezik meg a Győri Baba Fesztivált. A rendezvény leglátványosabb eleme idén is a vasárnapi babakocsis felvonulás lesz. Idén is nagyot fog szólni a Szent Iváni Fesztivál, sztárfellépők egész sora szórakoztatja majd a közönséget. A kétnapos program kavalkádra több mint 10 000 embert várnak. A rockzene volt a középpontban a Matthias Corvinus Kollégium Győri Képzési Központjának legutóbbi eseményén. Dr. Dézsi Csaba András polgármester és orvos, nagy rockrajongó, valamint Nagy Feró Kossuth-díjas énekes, a Beatrice frontembere mesélt zenéhez fűződő kapcsolatáról. Az elmúlt időszakban olyan komoly témákat dolgoztak fel az előadásokon, mint a szomszédunkban zajló háború, vagy éppen az infláció és a gazdasági kérdések. Éppen ezért szerdán egy lazább téma, a rockzene kapott teret. Megtelt a Győri Matthias Corvinus Kollégium előadóterme, sokan voltak kíváncsiak Nagy Feró rockzenész és dr. Dézsi Csaba András történeteire. Nagy Feró zenei karrierje 4 évtizedes múltra tekint vissza, a szocialista blokkon belül pedig az ellenállás egyik szimbóluma lett. Annyit mondtam egy buliba, például egy nagyon jó példa erre, hogy elkezdődött a koncert, és azt mondtam, hogy és most pedig ideiglenesen, ihaj, csuhaj. Az ideiglenes szó annak idején azt jelentette, hogy az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet hadsereg csoport. Tehát ideiglenes szót nem lehetett használni. Azt mondtam, hogy kis időre, vagy valami. Na, reggel már jöttek, és értem. És kérdezte a nyomozó rendőr, vagy kihallgató rendőr, hogy tudja, hogy miért osztuk be. Gondoltam maga, honnan tudja, mert majd megmondja. Mondom, hát nem tudom. Hát tegnap maga azt mondta, hogy ideiglenesen, ihaj, csuhaj. Ez mit jelent? Én meg iszonyú ártatlanul néztem, hát lehetett látni rajtam, hogy én a szocializmus odaadó híve vagyok, úgy néztem rá, és akkor mondom, amíg a koncert tart, ideiglenesen, ez azt jelenti, hogy kis időre. Na, olyan pofont kaptam. A 80-as években sok fiatalra, és persze dr. Dézsi Csaba Andrásra is nagy hatással volt a Beatrice, Feró legendás együttese. Én azt látom, hogy a kommunizmusban, amit ugye nevezünk szocializmusnak, mert a mi időnk már tiszta, inkább csak az volt, egy antiszocialista, antikommunista, a diktatúra elleni fellépés volt, és amit most csinál, és amit látunk kívülről, hogyha mögé nézünk, és tényleg gondolkodunk, nem csak szajkózzuk a liberális dumát, akkor világosan látszik, hogy a Feró most is antikommunista, csak ugye nem a kommunisták vannak hatalmon Magyarországon, viszont Európában igen. Tehát nem árt a gondolkodunk, amikor a te megnyilvánulásodat nézzük, és egy őszinte ember vagy, aki nyilván állod az ütést. Ugye nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Dr. Fekete Dávid, a Győri MCC képviselet vezetője elmondta, a komoly előadások után most egy lazább, könnyebb témát választottak. Az elmúlt időszakban, akik végig tekintenek a rendezvényeinken, ők láthatták azt, hogy nagy, izgalmas, érdekes kérdésekkel foglalkozunk hétről hétre, de azt gondolom, hogy bele kell, hogy férjen néha egy kicsit könnyedebb témakör is, hiszen a háború, a migráció, a gazdasági kérdések és nagyon sok minden más mellett vannak olyan életutak, vannak olyan életpályák, amiknek a megismerése, ezekkel az emberekkel való találkozás, azt gondolom, hogy töltekezést jelent mindenkinek, és itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy jövő héten egy hasonló beszélgetésre készülünk, mármint ami az életutakról és az élethivatásokról szól, hiszen a Highlights of Hungary-vel együttműködve több olyan vendégünk is lesz, akik a saját életútjukon keresztül mutatják be azt fiatalként, hogy designerként, vagy éppen a gasztronómia területén, vagy az értékmentés területén mit értek el az elmúlt időszakban, és milyen terveik vannak. A Győri MCC képviselet vezetője hozzátette, a kollégiumban ezekben a hetekben zajlik a toborzás, és mind a 3 képzési szintre várják a jelentkezőket. Május 21-e és 27-e között negyedik alkalommal rendezik meg az Ötletgazdák a Győri Baba Fesztivált. A program sorozat összefoglal minden családtervezéssel, várandósággal, szüléssel, gyermekágyas időszakkal és gyermekneveléssel kapcsolatos foglalkozást, fejlesztést és szolgáltatást. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme idén is a babakocsi felvonulás lesz.
Az idei Győri Baba Fesztivál programjait sajtótájékoztatón mutatták be a szervezők. Az önkormányzat nevében dr. Perger Elza köszöntötte a megjelenteket. A városvezetés nagyon örül neki, amikor civil szervezetek olyan programsorozatot terveznek, szerveznek és mozgatnak meg ezreket, mint amilyen ez is. A családokban mindig, amikor gyerekekről beszélünk, akkor általában az anyuka kerül előtérbe csak, pedig hát tudjuk, hogy a mai világban óriási szerepet vállalnak az édesapák is, úgyhogy nem csak babák kapcsán, nem csak anyukákról szeretnénk és babákról beszélgetni, látni, hallani, hanem az apukákat is szeretnénk invitálni, hiszen az ő szerepük egyre inkább felértékelődik. A dolgozó nő és a családban a gyereknek a minta, a családban szereplők mintája, az anya mintája és az apa mintája nagyon fontos. A korábbi fesztiválokhoz hasonlóan a programok bázisa a Famulus Hotel mellett az Árkád lesz. Mi főként helyszínként vagyunk jelen, valamint a koncertek, programok szervezésében és összeállításában segítünk Éváéknak. Tényleg azt tudom elmondani, hogy nagyon hálás vagyok neki is, és a csapatomnak is azért, hogy ezt így tető alá tudjuk hozni. Én azt gondolom, hogy a fesztivál az már teljesen a város részévé vált. A sorozat a szakmaiságra helyezi a hangsúlyt, amelynek hátteréről számos szakember és intézmény gondoskodik. Szakmai hátteret biztosít nekünk például a Petsz Aladár megyei Oktató Kórház, és kedden mondjuk jön dr. Fekete Zoltán, szülészeti osztályvezető, és... Amit még mondjuk kiemelnék, az mondjuk, hogy a hétfői napon jön a Baba Genetika Egyesület Budapestről. Ők is nagyon népszerűek a saját szakterületükön, és pénteken pedig Bribánszki Marianna a gyerkőcökkel suttogó fog nekünk előadást tartani. Ahhoz, hogy a több mint 100 program ingyenes legyen, a szervezők jelentős támogatást kapnak cégektől és a győri önkormányzattól. A rengeteg anyagi támogatás az, ami egy ilyen rendezvényhez elengedhetetlen, úgyhogy ezúton is köszönjük a támogatóknak. A fő támogató természetesen az Árkád, de emellett nagyon sok segítséget és támogatást kaptunk a győri önkormányzattól. A Gézengúz Alapítvány már 30 éve foglalkozik Győrben a csecsemő rehabilitációval, és szívesen csatlakoztak a fesztiválhoz. Mi egy program elemmel fogunk részt venni ezen a sok-sok programon, mert hogy hát ami miatt szerintem mi meglettünk szólítva a szervezők által, három dolgot emelnék ki. Egyrészt azért, mert a babavárás vagy a születés nem mindig, ez az esemény nem mindig úgy történik, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Gondoljunk a koraszülésre, vagy bármi egy nehéz szülésből jövő babáknál segítség kell. És második dolog az, hogy ezt a segítséget mi meg tudjuk adni. Immáron, ahogy mondtad, 30 éve működünk itt csecsemő gyermekrehabilitációs tevékenységünkkel Győrben. Illetve a harmadik dolog, amire szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy bármilyen fejlesztés, gyógyítás, terápia kezdődik, azelőtt egy diagnosztika, amit talán egy felismerés, tehát egy diagnosztika és egy korrekt vélemény arra, vagy utánkövetés arra, hogy a gyerek, a pici baba hogy fejlődik. Május 21-én vasárnap 9 óra 10 perckor az egyik leglátványosabb eseménnyel a babakocsi felvonulással indul a Fergeteg a Városháza téről az Árkád bevásárlóközpontig. A programok ingyenesen látogathatók, további részletek a Győri Baba Fesztivál Facebook oldalán olvashatók. Idén is a Győri Széchenyi István Egyetemen tisztelegtek a távközlés világnapja előtt. A Széchenyi és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közösen szervezte a világnapi programokat. A 14. alkalommal megrendezett konferencia középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia alkalmazásai álltak. Ezzel kapcsolatban hangoztak el szakértő felszólalások. Az NMHH hírközlési elnök helyettese beszédében kiemelte, Magyarország élen jár a 4G-ben, ezzel pedig megnyílt az út az 5G hálózatok előtt. Távközlési szakemberek töltötték meg a Győri Egyetem főépületének D1-es előadóját. Már 14. alkalommal tisztelegtek a Széchenyin a május 17-i dátum előtt, ami a Nemzetközi Távközlési Egyesület alapításának dátuma. A konferencián az egyetem rektora azt mondta, a Széchenyi a jövő egyeteme, ahol viszont komoly múltja van a távközlési oktatásnak.
A Nemzetközi Távközlési Unió távközlési fejlesztési irodájának igazgatója pedig arról beszélt, a világnap egy közös ünnep minden olyan ország számára, amelynek fontos a telekommunikáció. A társrendező NMHH hírközlési elnök helyettese beszédében kiemelte, a 3G kivezetése után hazánk élen jár a 4G használatában. Magyarország ebben a tulajdonképpen az együttműködés mellett egyfajta országok között megfigyelhető versenyben is úgy gondolom eléggé élen jár. A frekvencia gazdálkodás területén a 4G lefedettségben és a 4G fejlődésben a világszinten élen járunk, és állandóan innovatív módon próbálja az NMHH előre menni az időbe és megsejteni a jövőt, hogy melyik technológia lesz, amelyik aztán úttörővé válik, és ehhez igazítani a frekvenciákkal kapcsolatos gazdálkodást. Ennek egyik állomása volt, hogy a 3G hálózatokat és a 3G eszközöket ezzel ugye kivezetésére tettünk javaslatot, amelyet a kormányzat elfogadott, és amelyet tulajdonképpen sikeresen végre is hajtunk. Ez megadja a lehetőséget arra egyébként, hogy a 4.-5. generációs mobilhálózatokban, illetve számos új generációs hálózat esetében megnyíljon az út arra, hogy ezeknek egy széleses spektrumot tudjunk biztosítani. A konferencián 2015 óta minden évben kiosztják a dr. Magyari Endre díjakat is. A két emlékérmet idén dr. Csorba Imre Lászlónak, az NMHH korábbi munkatársának, és Farkas Zoltánnak, az NMHH Miskolci hatósági irodavezetőjének ítélték oda. Új padot telepítettek Adivárosba. Ez így önmagában még nem is lenne olyan nagy hír, főleg abban a városrészben, ahol egyébként rengeteg pad szolgálja a lakótelepen élőket. Ezt a padot azonban egy környéken lakó 87 éves nyugdíjas kérte, aki napi szinten sétál arra, és ha menet közben elfárad, szeretne kicsit megpihenni. Feri bácsi kérésére a körzet képviselője, Radnóti Ákos alpolgármester intézkedett, a képviselői keretéből finanszírozott ülőhelyet a Győrszol már ki is helyezte az ifjúság körült mögött fás területre. Adiváros egyik legszebb és legzöldebb része az ifjúság körút mögötti terület. Erre szokott sétálni napi szinten Feri bácsi. A nyugdíjas erdész imádja a természetet, ezért választja ezt az útvonalat, de ha közben elfárad, eddig nem volt hol megpihennie, mostantól viszont már van. A városnak sétálni, aztán persze nem tudok elmenni. Elmegy messze, attól félek, nem tudok hazamenni. Már le tud pihenni út közben, akkor hazaérni. Elmenni ugye hosszabb úton átul, de pihenni is nélkül nem tudom vissza. Azt mondja, hogy lányom, hát próbáljon ki egy palot. Azt mondja, hát van itt annyi par, azt mondja. Ugye aztán megpihensz, talán hazaérsz. Feri bácsi lánya Klára írt egy kedves hangú levelet a körzet képviselőjének, amiben egy pad kihelyezését kérte. Bár a környéken sok másik pad is van, Radnóti Ákos azonnal segített a 87 éves férfinek. Az alpolgármester azt mondja, meghatotta a megkeresés, és szívesen segített egy környéken lakó idősnek. Igazából azt fogott meg ebben, hogy nagyon emberi volt. Tehát nagyon sokszor van a mai világban olyan jellegű kérés, amikor olyan követelőző kérés, meg azonnal oldjuk meg, meg mit képzelünk, stb. Stb. És kevés az emberi hang. Én azért is örültem ennek, mert itt Feri bácsi lévén egy nagyon emberi kérés érkezett, hiszen az idős korára való kérelemmel kért egy padot. Tehát nem egy nagy kérésről volt szó. Nagyon-nagyon sok padot kihelyezünk itt lakossági kérésre. Tehát teljesen mindegy, hogy ki ír nekem, minden esetben a pad kéréseket próbálom teljesíteni. Itt a lakóhelytől egy kicsit távol van, itt a zöld területre jött a kérés, ezek a egyszerűbb megoldások. Ha a lakóhelyhez közel egy épület elé kérik, ott azért mindig megszondáztatom a lakóközösséget, hogy akarnak-e az épület elé padokat, hiszen az ott esetben zajjal is járhat, ha valaki odaszokik. Viszont itt a kérés megérkezett, én a saját képviselői keretemből ezt megoldottam, a Győrszol kollégái pedig el is helyezték a padot. Az új padot, amit a helyszínen mindjárt Papa padnak kereszteltek el, a Győrszol szakemberei avatott mozdulatokkal gyorsan a helyére is rakták. Aztán Feri bácsi az alpolgármester társaságában gyorsan ki is próbálta az ülő alkalmatosságot. A nyugdíjas férfi napja pedig azzal lett teljes, hogy még Győrváros borát is megkapta ajándékba jótevőjétől.
Újabb fecskepelenkákat szereltek fel Győrben, ezúttal a Híd utcai kórházi épület ablakaihoz fészkelő madarak dolgát könnyítik meg. 2020-ban indult a városi fecskevédelmi program, ennek részeként a fecskefészkek alá egy tartóeszközt szerelnek. Ezek az úgynevezett pelenkák felfogják a lehulló ürüléket, így az nem ablakokra, hanem a földre esik, illetve a fiókákat is védi, ha kiesnének a fészkekből. 20 darab pelenkát szereltek fel a Híd utcában, ezek felhelyezésében egy magánvállalkozás is segített. Hatalmas daru állt a Híd utcai kórház épülete előtt csütörtök reggel. Rengeteg fecskefészek látható az ablakok körül, ezekhez szereltek fel úgynevezett fecskepelenkákat a szakemberek a Város Környezetvédelmi Bizottságának jóvoltából. 2020-ban indult a Városi Fecskevédelmi Program Győrben, ami egy egyedülálló kezdeményezésen, azt gondolom országos szinten is. Nagyon sok minden történt azóta a fecskék védelme érdekében, és most is egy olyan fontos eseményre kerül sor, hogy fecskepelenkák kerülnek felhelyezésre a Kórházhíd utcai épületére, hiszen itt is van egy jelentős fecskeállomány, és így tudjuk segíteni őket, mind a fiókák nevelésében, mind pedig abban, hogy ne okozzanak kellemetlenséget a fecskefészkek. Ezek a fából készült szerkezetek segítik majd a védett madarak és a kórház munkatársainak életét is. 20 darabot teszünk fel, és a tavalyi év során sikerült egy másik projektet megvalósítani a PEC kórháznak a vasvári épületében, de úgy tervezzük, hogy szeretnénk a lakosok részére is fecskepelenkát biztosítani, mert nem szeretnénk, hogy leverjék a fecskefészkeket, és ugye azért büntetés is jár. A Győrszol ZRT munkatársai mellett egy magáncég darui segítették a fecskepelenkák felszerelését. Az első gondolat az volt, mivel hogy itt élünk, Győrben élünk, és országosan is odafigyelünk a környezetünkre, ez a gép is azért elektromos és hibrid üzemmódban üzemel. Nekünk nagyon fontos mindenféle olyan felkérés vagy részvétel, amiben tudunk segíteni akár a természeten. Dr. Lackovics Takács Tíme, a Környezetvédelmi Bizottság tagja kiemelte, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a Magyar Madártani Egyesülettel, akik szakmai tanácsokat adnak a kényes kérdésekben, de számítanak a lakosságra is, hiszen személyesen is sokat tehetünk a fecskék védelmében. Lehet eső, lehet sár, idén is nagyot szól a Szent Iváni Fesztivál. 10. alkalommal rendezik meg a kétnapos fesztivált, ami minden évben roppant népszerű, nem csak a győriek körében. Pénteken és szombaton olyan sztárok lépnek színpadra, mint a legendás Ace of Base nevű formációból Jenny, az Edda, Curtis vagy éppen a Cosmix. A zenei kínálaton kívül gyerekprogramok, cabrio találkozó és több mint 20 vendéglátó egység is várja a bulizókat. A szervezők gőzerővel építik a fesztivál helyszínét, ahová csütörtökön a Győr Plusz Rádió is kitelepült. Gőzerővel zajlanak a Szent Iváni Fesztivál előkészületei. Csütörtökön a 0. napon már az időjárás is kegyeibe fogadta a szervezőket. Lassan minden a helyére kerül, és indulhat a buli a Molnár Vid Művelődési Központ környékén. Hétfő reggel óta építjük a rendezvényt. Hála Isten, minden az ütemterv szerint halad. Ez egy jól összeszokott nagyjából 200 fős csapat, aki ugye építi ezt a rendezvényt. Úgyhogy tervek szerint ma már belakják a kitelepülők nagy része a rendezvény, tehát van, aki ugye holnap reggel érkezik, attól függ, kinek mennyi a pakolás ideje, de igazából a nagy színpad nagyjából 90%-os készültségben van, épülnek a sátrak, az öltözők, a Vidámpark, a Kids Arena is készen van, gyakorlatilag nagyon jó, azt mondom, jól állunk az előkészületek, a zenekarokkal egyeztettünk mindent, a technika készen áll, úgyhogy mi készen állunk a 10. Szent Iváni Fesztivál megnyitójára, holnap délután 4 órakor, mi már itt vagyunk, és 5 órakor van kapunyítás. Nagy nevekből idén sem lesz majd hiány pénteken és szombaton. A hazai neves előadók egész sora mellett a legendás Ace of Base zenekar egyik énekese is érkezik a fesztiválra. Igyekeztünk olyan előadókat hívni, akikre az emberek nagyon szerette bulizni az elmúlt 10 évben, és az időpontjuk is szabadott, de azért tettünk bele újdonságot is. Így került sor az Eddára, Magna Cum Laude, Curtis, DJ Dominic, Mr. Rick, Cosmix, Álmokfutók, és természetesen külföldi fellépőt is szerettünk volna hívni, és most idén Jennyre esett a válasz az Ace of Base-ből, aki megtisztelt minket, és Győrt választotta a születésnapi buliának a helyszínén, hiszen ugye május 19-én lesz kereken 50 éves.
Az Ace of Base-es Jenny nem csak fellép Szent Ivánon, de az 50. születésnapját is itt ünnepli a rajongókkal. A főszervező is felköszönti majd a sztárénekest. Gondolkodtam, hogy sütök tortát, de nem tudok, úgyhogy ezt nem vállaltam, rendeltünk. Természetesen tortával készülünk, virágcsokorra várjuk. Sőt, tegnap már SMS-eztünk is, és meg kellett ígérnem neki, hogy a születésnapi reggelit is oda fogjuk vinni. Úgyhogy igazából mi reggeltől már ünnepelni fogunk vele. Úgyhogy mi arra készülünk, ezért Jennyről fog szólni az egész nap. Meg hát Győr is remélem, hogy Ace of Base lázban ég már, és nagyon-nagyon sokan fognak eljönni, és bulizunk majd egy hatalmasat. Pénteken és szombaton is legalább 6-6 ezer embert várnak a fesztiválra, vagyis a két nap során nagyjából 12 ezeren tombolhatnak egy jót Szent Ivánon. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.